Fölraktam ugye azt a szökik a málnás videót. Aztán szökik a málna. A lényeg még mindig, hogy szökjön a málna. Meg most tudom, mindenki azt mondja, hogy szökik a málna. De az mit jelent, hogy szökik a málna? Hát a kisgyerek, hogy tudod így, hogy lekönyökközi a csávot, és hogy szökik a málna, spriccel az órában az okosság. Érted? Hülyeskedik a vélem. Az jó, rögök rajta. Jó gyerek. Szökik a málna. Köszöntöm a kedves nézőket! A magyar internet legmélyebb bugyrának legnépszerűbb bohóca jelenleg egy Angliába kivándorolt magyar bizonyos TV. Ő a végső bizonyíték arra, hogy a magyar interneten bárki bármiért válhat ikonná. Hogyha valahogy be kell őt sorolnunk, akkor valahol Pam Gabó és Szalacsi Sándor között helyezkedik el félúton, de egyébként a videóinak ő maga is műfaji besorolást ad. Live Lifestyle videó, mert ez a neve. Így neveztem el ezt a műfajt. Mindenről beszélünk, ami a környezetben van. Bolond madár csicsergések, nehéz szó. Tivi vicceket, poénokat nem mesél, valójában csak a levegőbe karatézik és halandzsázik, mint egy teljesen klasszikus vásári paprika Jancsi. Viszont vannak izgalmas és állandóan visszatérő témái, ilyen például az angliai időjárás. A most következő bejátszást a Bell Hello fogja felvezetni. De szóval másik meg, hogy... Sziasztok! Ez a nyári fest, négy gyerekek! Idő! Flegma gyerekek! Szevasztok! Először is szeretném megmutatni az időt. Flegma! Hol a kurva nyár? Süt a nap! Időt megmutatom. És nem az, Miami gyerekek! Nem csak az idő, Miami! A sapka is. Nem nagy csapat Amerikában amúgy. Miami Dolphins, gyereke. Szóval jelenleg az ő dumáival van teli a magyar internet. Óráról órára készülnek a mixek, remixek, paródiák, mémek, rajongói videók. A másik meg a Curtis és a felesége megemlítette, hogy szökik a málna. Curtis barátom, mindenhol szökik a málna. Kilövök egy könyököst, a szökik a málna. Kemény volt a két hónap, de még ostora lába. Robban a könyökös, szökni fog a málna. Inasba raktam, mint csorba váltok. Ez egy üzenet Tivinek. Tivinek. Ő egy ilyen példaképszerűség, amúgy nem. Figyeljétek, mennék, mi van negatív? Ez lenne minden. Mi van negatív? Mi van? Figyelj már negatív! Mi van negatív? Az puff! Szökne a málna, érted? Mi van negatív? Ennyi! Pörgőt elereztem, tombol, mint egy rossz tűzijáték. Tivi nem csak a halálos dumákról nevezetes, hanem a nagyon erős és kifejező gesztikulációs készségéről is. Kemény lenne mennék Londonba, aztán csak... Amúgy a lábom az annyira veszélyes, csak itt szeretném mutatni, hogy itt volt egy fa. Csak zavart, mert nagyon nagy árnyékot adott. Azt fogtam, azt mi van, fa? Elszabadul, vége. Pusztít ez a láb, ostor ez a láb. Ostor, csattad. Bum! Apunak a kezei még mindig szarok. Láb, alvilág, elszabadul. Uff! Kedvenc és legaktuálisabb témája a bevándorlás kérdése. Sőt, úgy általában a muszlimok. Muzulmánokat nem szeretem, ezt direkt kihangsúlyozom, nem akarom az angol megfelelőjét mondani. Kértem Facebookra, és nem nézték jó szemre egy munkahelyen. Igazából leszarom. Randarírozgatnak a keletibe. Ti vagytok a hülyék már, bocs. Szét kell nyomni mindet. Oda mennék. Szoszi Szíria, mi a helyzet? Most megint hozzam fel a Szíriát? Ám már unalmas, gyerekek! De szét kéne nyomni mindent, fogni. Figyelj már most, te azért, mert itt izé elkezdesz beszélni fura nyelveken, azt azt hiszed, hogy honfoglalás lesz ezért. Fognak... Dilis pakisztániak itt szaladgálnak szakállakkal, mint a nyári télapon. Most nem arról van szó, gyerekek, de hát fognám, hogy szakát megfognám. Föltekelném, mi van szakkár? Egyébként ő a világpolitikában is nagyon jártas, nem habozik letenni a garast súlyos geopolitikai kérdésekben. Van egy barátos név, Merkinek hívják,
Angela Merkel, gondolom ismeritek. Jönne a menekültekkel, mi van Merki? Vedd fel a papucsot, megpapucsoztatnám a Merkit. Rendes, papucsoztatnám a Merkit. Fognál, nem, majd jönnek a menekültek, kirakom a zsebem, azt inasba teszem minden. Russian forever. Russia. Russian is perfect. Szóval Oroszország, hogy fordítsam nektek, csak direkt elküldtem angol nyelven is, hogy oroszok is megértsék. Tökéletes ország, gyerekek. Oda mentek, így keltesen, oda mentek, nem buziskodnak, szétgázoltak mindenkit, zsá haza. Tivi évekkel ezelőtt a Tabányáról költözött ki az angliai Readingbe, és világlátott emberként megvan Magyarországról is a véleménye. Voltam otthon, mi a fasz van verebe? De senki nem tud mosolyogni, panaszkodás van, jaj, nagyon nehéz. Verjem a szátokba, el kell menni otthonról, no. Ezzel szemben Reading. Reading is perfect city. It's a perfect. Forever people here. Perfect people. Lovely people. Fucking good shops. Van azért, amit a nagyon kritikus TV is tud kedvelni, mármint Oroszországon kívül. Ilyenek például a jól láthatóan és hangsúlyosan márkázott holmik. Az a helyzet, hogy rohadt nagy szegénység van itt Angliában. Én megnézem már az időt az arany polisz órámhoz. Idő? Idő az polisz. Nem azért, de holiszter. Én nem vizé Kína, érted? És nem holiszter kivételes, hanem rossz fáradt zarába vagyok. Bolond pálmafa. Erre telik bazd meg, én nem tudom, valami lovagló figura, de kurva drágán adták a picsába. És a hatás sem marad el. Nem azért, de holiszter. Én nem Kína. Tudjátok, cipő, adott cipőmön, meg itt van valami lovagló figura, érted? Azt hiszem egyébként, mert kurva drágán adták. Az őszhajú DJ-nek és a fehér kanapéknak, tehát az old school party kultúrának is nagy tisztelője. Nincsen buli Angliában. Megyünk ma is, bepróbáljuk, de nem lehet. Bárány Attila, hol vagy? Hát bárányok hallgattak, vagy mi van? De nem baj, jövő héten Andrewból gyerekek. Andrew, siessék kifele, mert már készül a csapat. Megvágjuk a kaszinóba, hogy ennek a rossz Ralfrau rendnek lejön a talpa, mint a kenyérhé. Öcsém, engedjük el, mert a sportnak él. Én meg a kábítószernek. Nem igaz. Nem mondok ilyet, mert lecsuknak erőszakos távolban nézését. Nagyon nagy bulik lesznek, megyek minden városba. Mennek majd a kábítószerezgetések, kajak így húznám a izét. Travel baget, a izét, utazótáskát, az benne vagy 10 kg kábítószer. Apu kinyitja a izét. Coke Beach. Csak nem Coke Beach lesz, hanem Málna Beach. Reggel 5-ig, geci. Hallod? Reggel 5-ig minimál szólna, rogyogna, azt még följelentenének a lakók, hogy hangosak vagy. Maradtál hangos, mi? Szóval ez volt hazánk távolba szakadt fia, Tivi, Readingi nagykövetünk, akinek videói már sok százezres nézettséget értek el. Szójárása a magyar és az egyetemes kultúra részeivé váltak. Hogyha Tivi hazajön ezzel az ösztönös kommunikációs tehetséggel, sokra viheti, már pedig hazajön, sőt nyára már meghirdette az első közönség találkozóját stílusosan a Western City Center tetőteraszára. Köszönjük a figyelmet, ez volt a 444 vlogja. Szökik a Málna, sziasztok, szeretlek titeket, BÁB! Két szaka, nem ilyen szaka, nincs. Jó, szaka, akkor szakafesték is lesz, ugye? Jó. Oké, Zsolt, akkor megbeszéltük négyre. Szia, szép napot!